Ugyanezen a helyszínen volt ez az esemény, akkor egy kicsit másképpen nézett ki. Mi történt azóta? Eltűnt ez a beton torzó innen. Igen, tavaly óta rengeteg sok változás történt itt a területen. A polgármesteri hivatal segítségével sikerült azokat a nagyon-nagyon régi betontömböket eltüntetni. Napokon keresztül dolgoztak az emberek, és több tíz teherautó sittet hordtak el innen, ahhoz, hogy itt egy ilyen gyönyörű beton, illetve üres placot kapjunk. Rengeteg sódert hoztak ide, és még a ma délelőtti órákban is dolgoztak azon, hogy a rendezvényünkre ilyen állapotok uralkodjanak. Hát ez a rendezvény úgy gondolom, hogy összekovácsolja ezt a közösséget. Mi az, ami ehhez hozzájárul? Hát nagyon szeretnénk, hogyha ez valóban így történne, ez is a célunk ezzel a rendezvénnyel. A program az úgy épül fel, hogy a délelőtt során gyerekprogramaink vannak, ahova várjuk a kicsiket minden évben. Van ugrálóvár, arcfestés, bohócunk is volt az idén, ami nagyon-nagyon tetszett a gyerekeknek. A délután pedig úgy szoktuk felépíteni, hogy a családoknak tartunk egy főzőversenyt. Az idén közel 30 család vállalta azt, hogy kivonul ide, és akkor itt a főzőversenyen részt vesz, és akkor itt kicsik-nagyok együtt vannak egész délután, megfőzik a ételt, közben pedig a színpadi műsorainkat figyelik. Körülbelül hányan vannak most itt? Hát a 30 család az legkevesebb 300 embert jelent, plusz a kísérők és a többiek. Szerintem most is olyan 400 körül vagyunk, de az esti sztárvendégre sokkal több ember fog még itt lenni. Térjünk csak vissza még egy kicsit az ételfőzésre vagy a főzőversenyre. Mi volt a legjellemzőbb étel, amit főztek? Hát a legjellemzőbb étel az a pörkölt volt, marha és sertés egyaránt, de voltak tálalásban és köretekben igazi cigány hozzávalók, például túros kuszával a pörkölt, vagy igazi deszkáról szaggatott nagy galuskával a pörkölt, és vannak még káposzták, eredeti cigánykenyérrel, bodakkal tálalva, úgyhogy szerintem elég. Mi az a bodak? A bodak az az eredeti cigánykenyér, ami élesztő nélkül készül, egy platni tetején sütik meg ezt a tésztát, és ez a cigánykenyér, amit mi úgy hívunk, hogy bodak. Mit lehet mondani, hogy a fiatalabb vagy az idősebb korosztályban jelenik? Teljesen vegyes. Vannak fiatalok is, vannak idősebbek is, de itt a cigányoknál inkább jellemző, hogy egybe az egész család kivonul, és akkor mindenki főzöget, eszeget. Ez a szó elhangzott most, hogy cigányok. Nem tudom, nem be fognak ezért minket majd megszólni. Hát nagyon remélem, hogy nem, de én, mint cigány, én cigánynak érzem magam, szerintem én mondhatom. Nem tudom, ki mit vár el a többségi társadalomtól, engem nem sért, hogyha cigánynak hívnak. Én is azt mondom, hogy én egy cigányasszony vagyok. Nehogy az LP parlament belekössön, köszönöm. Ezt a zenét? Igen. És otthon is szoktál énekelni? Milyen csak zenéket néha. Szoktál? Néha? Anya szerint? Igen, szokott? Szokott, köszönöm. És a óvodába jársz? Igen. Melyik csoportba? Nagy. Nagy csoportba, és melyik óviba? Ide a Kecskédibe. Aha! Nem itt van.
Most vagy itt először? Másodszor. Tavaly is itt voltál? Igen. És melyik volt a jobb? Melyik a jobb? Ez. Ez jobb? Igen. A szereplők miatt, vagy pedig más miatt? Amúgy is jobb. Többen vagytok most? Há, igen, sokkal. És itt vannak a haverjaid is? Igen, itt vannak. Táncolni mikor fogsz? Nem fogok. Ezt a zenét szereted? Igen, golfot jobban. Melyiket? A golfot meg a kökényt jobban. Aha. És ma este kik lesznek még, tudod? Ma, most lesz majd a kökény, vagyis a golfo, és utána meg jön majd a kökény. Aha. Jövőre is kijössz, hogyha lesz ilyen? Igen. Az egész család itt van? Igen, most főztek. Ha, és mit főztek? Marha gulyás. Pillantál egy picit. Egy dolgot szeretnék elmondani. Mivel a biblia kutatással foglalkozom, nagyon örülnék neki, hogy az erkölcs a roma és a gádzsok, így mondom inkább, hogy kifejezem magamat jobban, hogy ez a közösség jobban kialakulna is, hogy mondjam, inkább... Itt már még a bort, hadd ilyen tasvírom. Már egy pillanatra egy picit beszélgetek. Hogy egyre jobban integrálódnának, tehát az integráció, ez egy nagyon nagy kérdés a cigány társadalom felé. Mert a gyerekeknek az óvoda, az iskola, ez egy nagyon nagy kérdés. Polgármester úr, nagyon jó hangulatú eseményen vagyunk. Hogyan szolgálja ez ön szerint a város közösségi életét? Hát Bicskén az a helyzet, hogy a országos átlagnak megfelelő a roma közösségnek a létszáma. Bennünket az sem zavarna, hogyha úgy fogalmaznánk, hogy a cigány közösség 15%-os népesség arányban mutatkozik a város lakosságában. És mi azt látjuk, hogy ez teljesen kezelhető, hogyha mi ez a közösséghez olyan pozitív impulzusokkal fordulunk, ahogy azt megpróbáltuk az elmúlt pár évben tenni,
akkor annak meg lehet a gyümölcse. Itt most, ahol vagyunk, ez a második bicskei roma nap. A cigány nemzetiségi önkormányzat indította ezt el a tavalyi évben nagy sikerrel, hiszen nagyon szépen sikerült, és szerintem az idei év is ugyanebben a menetben fog haladni, hiszen eddig nagyon barátságos, jó légkör volt, 25-en főztek különböző nagyon finom étkeket, és jó hangulatban el lehetett beszélgetni mindenkivel, akit itt a háttérben önök látnak. Az a közösség, aki kialakította, ami kialakította ezt a területet itt, az előbb elhangzott, hogy kaptak segítséget az önkormányzattól. Mi volt ez a segítség? Hát most a kamera nem látja, mert éppen a tőlem jobbra voltak azok a beton kolosszusok, amit mindenki az emlékeiben tart. Ez 30 éve. 30 éve az EOCN programban került ez ide, hát szerintem több. Öregszünk, ez már 40. Akkor 40. 40 éve kerültek ezek ide. És hát nagyon csúnya képet mutatott. Tehát amikor a Váli völgyből érkező buszoknak ez a látvány volt az első bicskéről, akkor azt gondolom, hogy nem a cigány közösségért szégyenkezhetünk, vagy szégyenkezhettünk, hiszen most már a múlt idő a helyes, hanem éppen ezek miatt, az építmények miatt is. Ezt az elmúlt 3 hétben sikerült innét eltakarítani, lebontottuk, elszállítattuk. Ez a városnak 1,9 millió forintjába került, de úgy gondolom, hogy ez a pénz szintén jó célt szolgált. És a jövőben az az elképzelésünk, hogy ezt a Bihari utca, Akácfa utca, Kinizsi utca sarkát, ezt felajánlanánk ennek a közösségnek, és itt egy zöldövezeti beruházásban szeretnénk egy kispályást, labdarúgópályát, egy játszóteret, és olyan körülményeket, hogy a harmadik bicskei nap, majd 2014-ben olyan méltó körülmények között lehessen, amire tényleg büszkék lehetünk. Nem mondom azt, hogy most nem vagyunk azok, mert a program az tényleg felemelő, de talán a körülmények még szebbek lehetnek. A szürke ászfalunkra rászakadt már az eső. Valahol felség vége kis gyerek. Az édesanyám, Yeah.
Köszönöm szépen, is rágyom meg ezeket!